Már Ukrajnában van az első négy MiG-29-es vadászgép azok közül, amelyeket Szlovákia átad Ukrajnának, közölte csütörtökön a Szlovák Védelmi Minisztérium. A vadászgépeket ukrán pilóták hozták át Ukrajnába a szlovák légierő támogatásával. A többi gép a következő hetekben repül majd át az országba. A minisztérium szerdán még azt közölte, hogy az Ukrajnának szánt vadászgépek egyelőre Szlovákia területén vannak, és átadásuk né néhány héten belül fejeződik be. Eduard Héger miniszterelnök ügyvezető kormánya múlt heti online ülésén döntött arról, hogy Szlovákia 13 MiG-29-es vadászgépet és egy légvédelmi rendszert ad át Ukrajnának. A vadászgépek átadásáról hozott döntés ellen több ellenzéki párt is tiltakozott. Köztük a Pozsonyi Parlament legerősebb ellenzéki pártja, amelynek elnöke Robert Ficó bejelentette, feljelentést tesz az ügyben a főügyészségen hivatali jogkörrel való visszaélés miatt.